A farsangi bálfardon a jelmezesek bevonulásával kezdődött, a művelődési ház nagyterme megtelt azokkal a szülőkkel és rokonokkal, akik kíváncsiak voltak gyerekeikre. A mulatság igen jelentős az általános iskola és a település életében is. 8 osztályunk van jelen pillanatban az alsó tagozaton, ebből 6 osztály készült csoporttal. A nap fénypontja a palotás volt a negyedik osztályosok előadásában. Felkészítő nevelőjük Flick Györgyi volt és Puskásné Dobos Nóra. A gyerekek táncait Domsics Edit tanította be, a korhű ruhák pedig szülői segítséggel készültek. Mióta gyakoroljátok a koreográfiát? Talán egy hónapja. Mennyire volt nehéz? Csak egy kicsit. Mennyire voltál megelégedve a partnereddel? Láttam, hogy gyönyörű, szép volt a hölgy, akivel táncoltál. Tetszett, nem. A palotás után a harmadik osztályosok a Vadnyugatot varázsolták a művelődési ház parkettjára, akik szintén színvonalas koreográfiára táncoltak. Nem volt nehéz annyira. Mi tetszett benne a legjobban? Amikor lovagoltunk. A csoportos jelmezek mellett voltak egyéni maskarások is, volt, aki ninjának öltözött, egyesek pedig krokodilnak. Nagyon szeretem a hüllőket. Honnan van a jelmezed? A szomszédunktól kaptuk. Ahhoz, hogy ilyen színvonalas legyen a rendezvény, a tantestületnek a szülők segítségére is szüksége volt.